Egyelőre ezt nem érzem. Én azt érzem rajtuk, hogy ők nagyon meg akarnak felelni a piacnak, és nagyon-nagyon precízen, és számomra gyorsan, az persze nem jó, hogy nincs itthon még szervíz. Még. Én nagyon remélem egyébként, hogy néhány hónapon belül megnyílik a szervíz is. Nyilván ez a magyar piacot erősen arra zárt lendíteni, hogy többen vásároljanak. Én biztos vagyok benne. Bár azért ez nem egy vastag piac, mondjuk annyiban, mert azért ez nem egy Ausztria, meg Németország. Nem, persze. Anyagilag ez. De hát ahogy nyílnak, Superchargerek is kelet felé, ugye most Romániába adtak át kettőt. Igen, igen. Tehát és látszik, láttam, hogy V3-at adtak át, ha jól láttam. Így van. Hát most már nem is fognak szerintem. Fie, görögben nagyon szeretnék eljutni, Görögországba, de arra nagyon hát nincs töltés. Hát ott is csak Atén van. Arra nagyon nincs töltés. Szalonikit terveznek, de az is csak évvégén. Úgyhogy... Igen, szóval amikor tervezik év végére, na akkor lehet, hogy jövőre már tudunk. Kulére van írva a térképükön. Tényleg? Úgyhogy jövőre már lehet. Na megérkezünk, hárman vannak, úgyhogy mi leszünk a negyedikek. És ha beállunk az egyesre, akkor fullon tudunk is tölteni. De nem is kell töltenünk, úgyhogy bőven van. Nem kell? Bőven van áramunk. Tegnap este föltöltöttem majdnem 100-ra. Hová rohanás, mi? Ugye van otthon 3x16 amperes fali töltőm. Aha, és napelem is van? Igen. Hát úgy, akkor meg parádésen tudsz tölteni. Nap hajtja nekem az autót. Szóval mesélj, milyenek a fogyasztási tapasztalatai? Nézzük is meg. Eddig sikerült beletenni 3100 kilométert. Ez 14-2-es átlagfogyasztásod van, ezt lefotózom, mert betöltöm a videóba. És ez tényleg vegyes, tehát autópálya is volt benne, helyben közlekedés. Aha. Nem semmi. Hát nem mondhatjuk, hogy egy ilyen száguldozós őrült vagy. Nem. Na de... 12, most ami mentünk, 11 most, és feles fogyasztásra mentünk. Most, hogy tőle bejöttünk, igen, ideig. Hát az Ionic fogyasztányit hallott, 11 igen. Felet. Igen. És mennyivel jöttünk, 90-100-zal kb? Hát 110-zel, ahogy az M0-áson lehetett. Ez meg hihetetlen ez a Share Plus, hogy milyen egy brutálisan keveset fogyaszt. Azért az sokat számít, hogy csak egy motor van igen. Fogyasztásban, ugye? Nem hiszem, hogy maga az... A súly sokat számít, tehát ez csak 1740 kiló. Több mint 200 kilóval kevesebb, mint a long range. Hát azért szerintem nem csak a súly, az egy motor is számít rengeteget, hogy ez nem eszik áramot. Én biztos vagyok benne, ez egy motor a domináns ebbe. Meg, ennek, meg ez a hőszivattyús. Hőszivattyú is, igen. De szerintem az 1,5 kilovattot tuti, hogy lehozza. Na mesélj, milyen volt az első hét, mikor beleültél és ismerkedtél? Hát az első... kilométerek, ugye, mivel előtte nem vezettem, tehát a Teslantól kellett hazáig mennem. Ez körülbelül Gödöllőre, ugye? Gödre. Igen. Tehát ez hát eleve, egy nagy távolság. Eleve az, hogy kitolatni, úgyhogy jött 1000 autó minden irányba, és akkor rálépek a pedálra, és hangtalanul elindul, tehát igen. Úgyhogy minden új volt, de aztán hamar meg lehetett szokni. Pláne úgy, hogy feleségemnek van egy bivaj erős Daewoo Matiza. Úgyhogy, ez egy aszfalt szaggató, négykerekes. Van, néha azt is meg kell járatni, hogy ne álljon bele a benzin. Úgyhogy óriási a váltás, mikor visszaül az ember ilyenek után, mind a hangban, mind a... Tehát akkor az első élmény az volt, hogy egy síri csend volt. Igen, ugye? Tehát az, ami megdöbbentő, igen. A pedálreakció. Mindenkinek, nem tudom, én nekem volt a Share Plus-om, ebbe is van sport, meg chill. Igen, alapból chillbe járatom, mert hát bőven elég. Az alapot ugye standardnak hívják. Itt és... Aha, chillbe vagy, igen. És én nem is ismerem kipróbáltam meg, amikor megutaztattam az ismerőséget, akkor megmutattam, milyen az alapmód, nem a nyugis. És persze mindenki az ülésbe préselődik, és azt mondják, hogy hát ez olyan, mint a repülő. Igen, ez olyan, mint a repülő. És mindig hozzáteszem, hogy és gyerekek, ez a legolcsóbb Tesla, amit venni lehet. Úgyhogy az első tapasztalatok az, hogy biztos, hogy én már nem ülök vissza, vagy nem fogok venni, és... És mennyi idő után alakult ki benned ez az érzés, hogy most már így... 10 kilométer. Igen, érezted, hogy ez egy nagyon... Igen. Jó, mondjuk egy Skoda igen. Fábia volt, azt igen. Mondtad, Skoda igen. Fábia. Mindegy, bármi másból ültem volna, tehát maga a hang hiánya, meg a menet dinamika az teljesen azt mondja, hogy nincs értelme mást. Meg egyértelmű, hogy ez a jövő, tehát most hál' Istennek, ahogy a Volkswagen is beleállt ebbe az egészbe, hogy azt mondja, hogy 10 év után tulajdonképpen nem is fognak mást árulni. Mindenkinek ezt mondja az iparágban, hogy gyerekek, itt ez az egy út van.
Tehát ugyanúgy, ahogy ma is lehet lovat venni, meg lovat tartani. Most szándékosan emelted ki a Volkswagent, hogy ne a Teslára hivatkozzál. Én a Volkswagenben látom azt, és a koreaiakban, hogy ezt komolyan gondolják. Tehát a többiek még el akarnak. Itt a BMW is elindultam ebbe az irányba, csak én azt látom, hogy egyenlőre, meg szerintem komoly fejlesztések vannak a BMW-nél is, meg az Audi-nál is egyébként. Nyilván Volkswagen Audi az ugyanaz. Én a BMW-nél is azt látom, de ők nagyon a prémium szegmensben gondolkodnak szerintem. Tehát amíg egy Volkswagen vagy egy Tesla mondjuk próbál a belépő kategóriába is valamit nyújtani, mert azért az SR Plus-t, ha Amerikában megnézed, az olyan 10 millió környékén meg lehet venni, ami itthon mondjuk 18, igen, meg 16. 39 ezer dollár. Mondjuk németben már van egy akció, most a 12 félért meg lehet venni állítólag. Most ott volt egy ilyen komolyabb állami kedvezmény, 9000 eurót topnak rá. Tehát 3000 az a gyártó által biztosított, és további 6000-et, igen. Tehát ott azért most már, hogyha valaki német vonalon el tud hozni egy autót, akkor ez már gyakorlatilag egy Ioniq árában van. És azért annál hosszabb, annál jó, azért nagyobb hatótáv van, meg minden. Támogatás, igen. Igen. Csak így mondom, hogyha mondjuk magyarként gondolkodom, ugye, mert ugye egy Ioniq az ilyen 11-13 millió, inkább 13 millió szerintem, igen. Nem egy ilyen nagyobb aksis, ez a 38-as aksis. Szóval akkor a csend, a dinamika, a menü, gondolom, a szoftveres rész. A láthatatlan dolog a biztonság. Tehát azért ezek az autók megkérdőjelezhetetlen. Azt mondom, említetted, hogy az IBM-nél dolgozol? Igen. Tehát az is mondhatjuk, hogy mint a Tesla egy a megbízhatóságnak gyakorlatilag a szoftveres részében a csúcs, nem? Nagyon sok minden nem foglalkozik a cég, úgyhogy... De jó, de amivel foglalkozik, abban azért ott van a top 3-ba. Hát most már leginkább... Én mondjuk elfogult vagyok, mert nekem ThinkPad-en van, és én ThinkPad rajongó vagyok. Az nem IBM, tehát az kínai egy-ez-egyben, hogy a Lenovo megvette a teljes PC üzletágat jó pár évvel ezelőtt. Na jó, de azt az IBM találtak, ez az egész know-how-t, nem? Igen. És azóta azt a vonalat viszik tovább. A kínaiak ügyesen viszik tovább, így van. Tehát, neked te nem ThinkPad-ekkel dolgoztok? Dehogy nem. Na, de szerintem nincs baj vele. Nincs. Abszolút. Szerintem ezt húzzák meg. Szerintem ott elszivattyúzták, amikor ezt megvették, azt a szürkállományt, aki azt azokat tervezte. Igen, tehát nem csak a gyártósorokat vitték át, hanem... Szerintem igen. Ez volt a szerződés első feltétele, mert a gyártósort így leakasztanak a kínaiak bárhonnan, bármikor, bármit. Igen. Mert aki iPhone tud gyártani, az már bármit tud gyártani. Tehát egy hónap alatt átköltöztetik a gyártósort. Hanem ott a szürkállomány volt. És szerintem a HTC is, egyébként emlékszem még a HTC telefonra. Szerintem azt is a Samsung ölte meg az összes többi, aki fölvásárolt, szerintem a szürkállományt elvitték onnan az ember. Szerintem a Samsung vitte a legtöbbet egyébként szerintem. Igen. Azért is tudod szerintem így fölfelé igen. Megölni a piacot gyakorlatilag. Szóval Tesla, és benned van az, hogy ezt továbbra is akarod. Abszolút. Tehát, mi volt, ami úgy kialakult mondjuk az elmúlt pár hétben még, vagy info, amik még így megjelentek benned emellett? Az a fajta kényelem, az nagyon hiányzik, hiányozna más autóból, hogyha visszaülnék, hogy ugye most nem, de majd télen leginkább, hogy nekem nincs fűtött garázsom, hogy reggel, amikor majd gyerekeket elviszük a suliba, akkor ásítozok, megtörlöm a szemem, akkor bekapcsolom a fűtést, és mire kiérünk, nem kell kapirgálni a jeget, mert nekem nincsen. Ugye a fűtött garázs. És applikációból gyakorlatilag. És így van. Tehát még fedett sincs, nem hogy fűtött garázs nincs, hanem fedett sincs. Nem, csak kocsiba állom, így van. És mire kiérünk, meleg lesz, és nem fagyunk. Gyakorlatilag ugye az applikációnak az előnyeit ugye, hát nyilván egy hagyományos autónak, mondjuk ebben a prémium szegmensben ott is vannak már azért ilyen applikációs okosak, mert cimborámnak is van ilyen AMG-s 20 milliós merció, abban is vannak már szolgáltatások, de hát nyilván a Skodában nem volt a Fábiában, mert hát az autók jelentős részében nincsen. Igen. Tehát ez a fajta szoftveres támogatottság. Nekem még az is szimpatikus egyébként ebbe az applikációba, hogy nagyon jól tudom például a töltöttséget is beállítani, igen. Hogy éppen hogy tervezzem, hogy ne húzzam maxra, meddig, hogy sem egy ilyen kiegyenlítést, tudom, 90%-nál. Meg hát ugye például látom az autót, merre jár. Például amikor a feleségemnek odaadom az autót, például nem tudom, te neked használja más valaki. Nem, ez csak én. Akkor csak magadat tudnád elnőzni. Az viszont hiányzik nekem, hogy nem lehet az applikációba állítani az áramerősséget. Hogy hányan beletöltsön? Tehát az csak a kijelzőn tudom, és pont tegnap volt egy ilyen eset, hogy hazaértünk minimális töltöttséggel, föl is dugtam tölteni,
és 3x16 amperen van otthon, az annyit az autó meg is tud enni egy az egybe, és feleségem meg bekapcsolta a sütőt, és az egyik fázis le is verte, úgyhogy ki kellett mennem az autóba, és visszamenni 12-13 amperre. Hogyha ezt lehetne az appból csinálni, sokkal kényelmesebb lenne. Tervezel egyébként otthoni amper bővítést? Nem, tehát ez már a bővített a napelem miatt, tehát nekem simán egy fázisom volt, és akkor, mikor napelem készült, akkor... Nekem 3x32 van otthon. Uh-huh. Neked? Tehát 3x16, igen. Tudod, mi javaslok én neked a 3x32-t? Mi javaslom neked a 3x32-t? Mert most még, mit tudom, 4500 szerintem áfásan, talán egy amper a bővítés. Uh-huh. De hogy ez drágább lesz, abban teljesen biztos lehetsz, és én egyre inkább azt látom, hogy az elektromos áram ilyen irányába megy át a fogyasztók, tehát a fűtéstől kezdve a melegvíz készítésed ebbe az irányba minden. Tart. És én úgy vagyok vele, inkább hamarabb, most megvettem a 3x32-t. Egyébként annak ellenére engem még mindig meg tud szivatni, mert ugye az Ionicom ugye az 32 amper teszik egy, mert ugye az 7,2 kilowattal tölt. Az egy fázis 32 amper, és nekünk is a sütő rajta maradt azon a fázison. Tehát még vissza kéne hívnom a villanyszerelőt, hogy a másik fázisra rakja át. És képzeld, az a fura, hogy nem akkor csapja le azonnal, ahogy bekapcsol, hanem van egy pont, gondolom, amikor elmelegszik, gondolom. Így volt nálunk is. És akkor eltelik sokszor egy óra, mire eljut arra a pontra, mert ugye, ha nekiállunk, mondjuk kerti parti van nálunk, vagy idézőjelben nagy társasjátékparti, nálunk nagy család van, feleségem névre 5 gyerek, ugye nálam 3 gyerek, úgyhogy itt kapásból 9-en vagyunk, ahogy megérkezünk. Egy 10-en, és akkor, ha gyártunk pizzát, akkor 6-ot, tudod, és akkor megy a sütő, mit tudom én, másfél órán keresztül. Úgyhogy egyébként nekem van egy villanyszerelő végzettségem, 3 hónapot dolgoztam benne, de hát akkor olyan jól megfizették, hogy mondtam is, hogy szerintem szakmát tévesztettem. Inkább kereskedek, és ha nagyon megrázná magam, én is át tudnám kötni, de nem akarom hozzányúlni, inkább visszajövő a villanyszerelőt, majd cserélje át a fázisokat. Szóval én azt javaslom egyébként, hogy így kívülállóként, vagy villanyszerelőként, hogy érdemes felupgrade-elni, most még ennyi. Mert hogy olcsóbb nem lesz, az biztos az upgrade, mert hogy innen nem fogják adni. Ez igaz, amit mondasz, viszont így megkockáztatnám azt, hogy kiesek a szaldós elszámolásból, mert az új szerződés... Jelentene. Egy amper bővítés? Aznek semmi köze a napelemhez. Nem tudom, visszamenőleges törvénykezés országában élünk. De ha megkérdezed, akkor mondjuk egyértelmű választ kapsz, nem? Hogy akkor ez... is. Igen? Te gondolod, hogy ezt megcsinálnák? A napelem miatt ez így bőven elegendő. Az autónak, mennyi napelemed van egyébként? 8 kilowattóra, kilowatt, 25 panel. Uh-huh. De a tető miatt nem... Az elég új generációs panelek, az hány wattos panel az? 320 wattosak csak, de nem egy tetősíkon vannak, hanem kelet és dél, úgyhogy tulajdonképpen... Hány megawattot termel egy évben? 5-6-ot? Hát azt még nem tudom, mert február közepén lett az beizzítva. Igen. Hát igen, ez meg egy friss sztori. De bőven-bőven többet termelek, mint amennyit fogyasztunk és az autóba töltünk, úgyhogy... Én tavaly nekem 8,7 kilowatt van, vagy 8,9. Nekem még 275-ös panelokból van, azt hiszem talán 38 vagy 37 panelem. És én tavaly 20-valány ezer forintot fizettem éves számlát, úgyhogy nekünk a felső szint az klímával megy, plusz töltögetünk autót, hát a Teslát azt nem nagyon, mert ugye Elon Musknak köszönhetően, a jóságos Elon Musknak ugye ingyen tudunk itt chargeolni, a Superchargeren. 3 gyerek mellett nincs, hogy az Osamban nem kell vásárolni 2-3 naponta, úgyhogy... És amit bent elshoppingoltok, addigra tele van, mire kérdetek. Abszolút. Szóval megmondom őszintén, hogy én gondolkoztam, hogy más autót vegyek, de egyszerűen nincs opció. Tehát eleve a töltőhálózat egy óriási előny. Szerintem Elon Musk az elején ezt nagyon megérezte, hogy ez a kritikus. Hogy a töltőhálózat igen, milyen lefedettség. Igen, és még most lefedettség. Se lenne ki, és a többieknek, és nem akarnak beletolni pénzt. Én nem tudom, szóval fejbe valahogy ők nem értek még mindig meg, nem? Így érezni, hogy valahogy, meg olyan, tehát még a Hyundai, aki még talán a legközelebb van a Teslahoz szerintem, hogy a Kia, ők is még eljátszák azt, hogy megjelenik egy új modell, és elől a csomagtartóba nincsen kialakítva egy pakoló rész. Tehát nem is értem, pedig ezek milyen apró dolgok már, de egy hétköznapi használatban, hogy a kábelek miatt nem kell kiborítanod a csomagtartót, érted, amikor szükséged van rá, ez mekkora előny? Ez akkor egy butaság szerintem, hogy a kábeltartó helyett sok autóban
legaljába alakítják ki. Tehát most elmész hosszú távra, tehát pakolt ki a kismillió. Akkor kell a kábel, cuccot, csak, persze. Mikor távot mész, egyébként nincsen szükséged. Kismillió, cuccot, bőröndöt, kis biciklit, pakolt ki, hogy kivedd a kábelt, és akkor általában ugye nyáron, jó időben megy az ember nyáron. Na, de amikor télen mész valahova, és ilyen tiszta szutyok minden, és azt a mocskos kábelt, akkor törögessed ott, hogy be tud rakni. Még elől kinyitom, bevágom majd, és akkor kész. Úgyhogy, de nézd meg például a Ford Mustang Mach-E-t, ott is elő gyönyörű nagy tárolóhelyet kisítottak. És gondolkoztál már, hogy mi lesz, hogyha, ha mondjuk azt mondod, hogy ennek elengeded a kezét, vagy a feleségednek adod, és nem, én ezt hosszú távon tervezem, tehát ezt 10 évig kéne legalább tartani. Milyen, de hogyha mégis az van, hogy valami csoda folytán rá vagy kényszerítve, formára Y-t vennél inkább, próbálnál egy SUV-s a méretű nem, autót? Nem, nekem vagy... tetszenek a szedánok, hál' Istennek még abban a korban vagyok, hogy nem probléma a beszállás-kiszállás. Ez nem célzás volt, remélem. Nem, de például... Már rám nézve. Nem, csak apámnak is marhára tetszik, de egyértelmű, hogy ő neki jó lenne viszont az Y, mert egy magasabb nem leülni pozíció. Kell, hanem abba szinte felülni kell, pedig csak 7-8 cm. Hát azért leülsz. Hát Attilánál megnézted az Y-t? Nem ültem benne, de... Igen, de maga, de 15 centivel magasabbra jössz, baromi kényelmes. Meg az, hogy mikor vezetsz egy kicsit magasabb igen. pozícióba vagy. Igen. Nekem egyébként, ami a legzavaróbb, ez majdnem azt mondtam, az egyetlen zavaró tényezője. Én ültem hátul egyébként, nagyobb, hosszabb távon is, akkor mentünk ki Attilával az autókiállításra Frankfurtba, hogy nem túl kényelmesek a hátsó ülések egyébként, hát, nem állítható sem irányba, egy kicsit kagylós, kemény is. Ugye én 190 centivel én ugye, és én úgy ültem az Y-ba, ott azért egészen más az ülés pozíció, változtathatod az üléstámlát. Ez az egyik, de ami jobban zavar, mert én keveset ülök hátul, tehát engem ez kevésbé érint, hanem viszonylag szűk rakodó tér, tehát az a fajta távolság, ami van az alsó és a felső gyakorlatilag szája, az nekem azért, volt, amikor hoztunk hozzá ilyen kerti garnitúrát, hát ki kell szedni a dobozból és berakni, igen. úgy tudtuk elhozni, mert viszonylag szűk. Most az Y-nál ugye az óriás, a kerékpárakat be tudsz rakni igen. gyakorlatilag igen. állítva, hogyha lehajtod a hátsülést. Úgyhogy én azért megmondom, szintén nagyon sajnálom, hogy úgy néz ki, hogy most csúszik, én úgy tudom te most, hogy te, hogy részvénytulajdonos vagy, te belemásztad magad. Igen. Késni fog a berlini, vagy nem fog késni szerintem? Kicsit, de idén elkezdik a gyártást. Attól félek, hogy annyi meg van rendelve, hogy attól félek, hogy Magyarország nem fog sok jutni Y-ból idénre. Így van. Meg hát jól látom? Jellemzően performance fognak gyártani az elején, amennyire csak lehet. A Y-ból? Igen, nagyobb profit marzs miatt. Tehát én is elgondolkodtam ezen, hogy várjak-e egy évet arra, mert nagyjából egy árba lesz az Y, mint ez a hármas a vámokadók és szállítási költség miatt. Tuti. Úgyhogy gondolkodtam rajta, de legalább még egy évet kellett volna várni. Hát, mekkora sztori lenne, ha százasok sival gyártanák, ha az Y-t lenne elérhető? Ha rohadjanak meg, miért nem gyártják? Nem, nekem kellene. De én örülnék neki, ha egy 500-550-et autópályán el tudnék menni, úgyhogy nem vagyok rákényszerítve a töltésre. Mert én otthon tudok ingyen tölteni, akkor azért meg tudnék járni mondjuk egy nagy kanizsát oda-vissza. Azért nem paraszkodnék. Nem, meg szegmentálni kell az SX-et a 3-as Y-tól. Akkor legalább a 150-est. Nem? Szerintem nem. Tehát, mi a véleményed, hogy lesz aksigyár Berlinbe? Persze. Egyértelmű. Tehát a strukturális pakkal fog készülni az autó, a helyben készült aksikkal. Az a nagy, hogy három elemből állítják össze van, az elejét, hogy a közepén. Első öntvény, hátsó öntvény és a strukturális csomag középen. Természetesen az aksigyártás még nem fog beindulni az autógyártással egy időben. Tehát Fremontból fog érkezni az aksik jelentős része. Még az első évben, vagy másfél évben, hogy fölpörög a gyártás. Mit szólsz hozzá, hogy találtak egy litiumbányákat, miért csoda folytán a Rajna völgyébe? Találtak, mit tudom én, hány millió tonna litiumt? A litium ellátottsága nincsen gond, tehát ez gyakori elem, nem nehéz hozzájutni. Hát, hogy Európának a Kánaán eljön, azt írogatják. Igen. Nem a litium itt a szűk keresztmetszet, hanem a nikkel. Tehát ugye az alacsony hatótávú autókban Tesla is áttér idővel majd a litiumos foszfátos kémiára. Sokkal jobb tulajdonságai vannak a kisebb hatótávú autóknál.
például lehet gond nélkül 100-ra tölt, 100%-ra tölteni, nem tehát degradálódik. Nagyobb sebességgel. Nem maga gondolsz? Az, hogy elviseli ezt, hogy tele van töltve, meg nullára tehát, hogy merített, tárolod, nem, nem degradálódik úgy, mint a nikkel gazdag. Mert ennyire után érte a kémiának? Így van. És a töltési ciklus is sokkal több, tehát akár 10 000 ciklust is elvisel, tehát ez a 15-20 évekről beszélünk már itt. Viszont a performance változatokhoz ott a magas nikkel és mangántartalmúak sik lesznek a mérvadóak. Teljesítmény miatt, hogy ki tudnak venni egyszerűen nagy teljesítményt. Úgyhogy ezt szépen szétválasztják. Mit szólsz ahhoz, hogy Izraelbe várható, hogy kitaláltak valami száraz akkumulátor technológiát? Tehát itt a Gödi Samsung gyártba álltak, erre rákattantak erre a projektre elég komolyan. Nem hiszem. Nem hiszem? Minden héten van egy De erre mondom, van egy haverom, aki ott dolgozik benn, képzeld a gyártósoron, ő az, aki mikor 6 méteren megáll ez egyik robot, akkor fölmászik oda, mert még akkor se kell sokat csinálni, csak megnyomni egy gombot, hogy vészhez térjen, de valamikor ott megáll, és ez az ő dolga. És mondta, hogy ez az izraeli sztori, azt mondja, ő látja ugye a fejlesztéseket, ugye, mert kommunikál azokkal az emberekkel, akik ebbe a témában vannak, és azt mondta, hogy ez az első dolog, amire rákattantak a gödélyek is, tehát hogy ott ők úgy gondolják, hogy ez egy valós alternatíva lehet. Ezek laborszinten vannak, ezek az áttörések, tehát sikerül 20-30 grammot előállítani laborkörülmények között, akkor már egyből publikálják az anyagot a szakmai folyóiratokba, és akkor ezt föl tudja kapni a sajtó, és akkor hirtelen... Egyébként néztem, nem annyival gyorsabb ott a töltés egyébként, mint a Tesla-i, mert én nézegettem, hogy egy jó 20-30%-kal nagyobb sebességet ígérnek, hogy ugyanannyi idő alatt kb. 5 perccel hamarabb érje el azt a töltöttséget, ami azért nem annyira domináns egy... Aztán nagyobb feszültségből éri el, tehát nem a kémiából. Ja, valamennyire után érte ennek? Hát ugye a Kia-nak, Hyundai-nak az új 800 voltos rendszere, ami a Porsche Taycan-ban van és a Audi GTR-es. Szerinted elmegy a Tesla-ben 800 voltos irányba majd egyszer? Nem. Volt erről egy nagyon jó írása a Varsányi Petinek, őt ismered, gondolom. Igen, ismerem, igen. Ő pont ezt taglalta, hogy milyen előnyei hátrányai vannak a 400-800 voltos rendszernek, és is arra a következtetés jutott, hogy a Tesla-nak nincs értelme ezt meglépni. Tehát vannak előnyei, de több a hátránya elektronikai szinten. Hát én, amit az Audi-nak az EQ-szi, úgy hívják? Ugye? Nem, az Mercedes. Nem, az izének, e-tronnak. Igen, bocsánat. Az Audi e-tronnak én úgy tudom, hogy ilyen nagyon durván degradálódnak az aksiai. Én ugye láttam töltési görbét, szerintem te is láttál már, hogy 90-valahány százalékig nyomja 150 kW-tal. Tehát ilyen brutál. Tehát a Tesla már rég 50-nel tölt. Jó, de van. De valami 15%-nyi puffer van alul fölül. Hát de akkor is ilyen 86%-on vannak állítok 100.000 kilométernél már. Hát azért az elég brutál, mert akkor már elvesztette a puffernek is jelentős részét, ha 86%-nál nem. Igen, tulajdonképpen az volt a problémájuk, hogy nem volt korábbi tapasztalat. Tehát kénytelenek voltak felrakni. Igen. Tesla-nak van már 8 évnyi akutapasztalat. De én nem tudom elképzelni, hogy az LG, aki gyártja, mert ugye az gyárt már a Tesla-nak és mindenkinek, hogy ezt nem mondták el, hogy ezt nem lehet megcsinálni hosszú távon. Nem merték a német gyártók bevállalni azt az arcvesztést, hogy ők eladták x kilométer hatótával, és 3-4 év múlva azt nem tudja biztosítani. Tehát ezért van ez a 15-20%-os puffer nekik. Az rendben van, de szerintem az is kevés ahhoz ehhez a töltési görbéhez, mert szerintem ez megöli az aksikat. Hát a Porsche-nál most ugye egy update-et rá lehet tenni az autóra, ami csökkenti a töltési sebességet. Tehát javasolják, hogy ha nem használod olyan gyakran, akkor lehet, hogy ez célszerű föltenni, mert hogy akkor megkíméled az aksidat. Igen. Szerintem egy Porsche tulajt alapvetően nem vág föltöz, hogy 3 év múlva le kell csinálni. Megmondom őszintén, hogy most azon gondolkodom, hogy hirtelen mi az, amiben a Tesla nem piacvezető. Mondjuk azt lehetem képzelni, hogy az interiőrbe inkább a középkategóriában van, mint az interiőr. De onnantól kezdve, hogy hajtáslánc, akkumulátor, szoftver, biztonság, tehát tényleg a 10 pontból 9-et oda lehet neki adni gyorsban, nem?
Igen, tehát a maga a technológia, a de szerintem a németbe gyártják, szerintem majd az is fog még egyet talán előre lépni, nem? Nem véletlenül vitték oda a gyártást. Hát de ilyen pletykák is vannak, de javíts ki, ha nem így van, hogy így most így utólag már nem biztos, hogy a legjobb döntés volt Berlinbe vinni egyébként. De. Mert egyrészt nem találnak szakembereket, tehát tök az van, hogy rengeteg betöltetlen állás van. Tehát, hogy nem találták meg azokat abban a mennyiségben, amire számítottak. Meg a másik, hogy az akkumulátorgyártás, rengeteg víz kell, és hogy állítólag nincs megfelelő mennyiségű víz, hogy ebben mi igaz? Ez egyik se igaz. Ha ennek utána olvas az ember rendesen, akkor hamar kiderül, ezek ilyen fad sztorik, tehát abszolút szóval nincs, ez nem valós, hogy ez nem. Nincs valós, hogy nincs megfelelő szakember mennyiség? Nem. Mondjuk kinek akarna Teslánál dolgozni? Jönnek azzal, hogy hát, hogyha nincs szakszervezet, akkor a németek nem akarnak oda menni dolgozni. Ez azért nem igaz, mert menedzseri szintől kezdve eleve nem lehet szakszervezeti tag, mert az ugye már nem engedélyezett. Úgyhogy akinek van esze... És ez a víz téma, ez sem? A víz pedig azért nem, mert bőven van más szolgáltató, aki oda tudna vinni vizet. És vannak olyan, azt hiszem, nem messze van egy papírgyár, ami jelenleg is a Tesla tervezett igényének valami 8-szorosát fogyasztja, tehát ezt gyönyörűen akkor ez könnyen cáfolható. Abszolút, tehát ezek mind születtek hát erről. Ez megnyugtató, és őszintén ez neked mi a tippet, te mint jó befektető, mint bizonyítja a Teslát vásároltál nyereségből. Szóval mi a véleményed, hogy a júliushoz, ugye mert arra tervezték a gyártásindítást, amikor már legurul az első autó. Igen. Hogy szerinted mennyit fog csúszni a Tesla így gyártás beindítással? Egy negyed évet valószínű. Tehát három hónapot minimum. Én amondó vagyok, hogy idén elkezdik a gyártást. Tehát akkor augusztus, szeptember, tehát szóval októberbe fog az első legurulni. Október, novemberre tippelek, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor három műszakban, ami az órán száján kifér. Minden autógyár úgy csinálja, hogy kezdetben napi pár darab, és tulajdonképpen kézzel ellenőrzött, és akkor majd azok az autók kerülnek kereskedésekbe, meg mindenhova. Bemutatóban meg. Így van. Tehát amikor igazán föl fog futni a termelés, az, tehát amikor eléri a tervezett ütemet, az jövő év közepe. De ezt el is mondták a negyedéves jelentésben. Tehát mire azt mondják, hogy tényleg mennyiséget tudnak gyártani? Gondolt, hogy el fog tenni 6 hónap, mire fölfut a termelés? Igen. Tehát úgy fölfut, hogy ugye indulnak egy műszakkal, aztán nem tudom, elképzelni, hogy ilyen lassan második műszak. De Kínában ugyanez volt, pedig ott nincs emberhiány. Hát ott nincs. Meg se nyert, hogy a hiány, meg semmi hiány. Meg kell oldani a logisztikát, a beszállítót. Nem gondolt, hogy annyi tapasztalat van, hogy ez már fölpörögne hamarabb? Szerintem egy fél éves felpörgetés az gyorsnak tekinthető ebben az iparágban. Igen, mondjuk lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy igaz. Igen, mondjuk a Volkswagen vezérrel beszélgetnénk kezdően, és így elszégyelni magát, hogy úristen, fél év alatt felpörgetni. De mai napig nem tudnak mennyiséget gyártani. A ciklóban se pörgették fel úgy a gyártást. Hát most azt reklámozták, hogy két év alatt csináltak 100 000 darab Audit, azt hiszem ezt az e-tront, 100 000 darabot gyártottak két év alatt. Brüsszelbe gyártják, igen. De tényleg ennyi, közös, ennyi jelent meg, igen, nem? 100 000. Közös gyártósoron hát a fosszilisokkal. Azt hiszem, hogy Elon Musk az talán negyed év alatt gyárt 100 000 autót. Nem két év alatt. Mindegy, nem is kell összehasonlítani őket, mert... És mi a véleményed az S-sel meg az X-sel, hogy Európába idén nem jön? És hogy kint is egy kicsit valahogy köhögnek, kint is köhögnek vele, elég szépen lemaradtak vele. Azért, mert teljesen átalakítanak benne mindent. Tehát a Model 3-nak a technológiája próbálják rá. De a panelek is mások, tehát más Pracer számok kellenek, tehát szélesebb is, az nem látszik a képeken, de szélesebb a sárvédői. Lehetséges, hogy a gyártás technológiai időközben is volt egy olyan módosítás, ami lelassította a felfutást. Biztos. Optimistán álltak hozzá. Szerintem lehet, hogy hamarabb leállították, mint kellett volna az előző gyártását. Inkább olyanokba futhattak bele, amire nem számítottak. Optimisták voltak, mint mindig. Elon Time-ba mérték az időt. Ez nincsen ez probléma. Jó Elon Time összetett. Viszont azért figyelembe kell, ez a prémium termékük. Itt ezt most nem lehet elrontani. Tehát ez az autó még nem volt felújítva, tehát a külső ráncfelvarrás tekintve ez az autó még nem volt. Tehát 2012 óta... Igen, nagyjából azt fordozgatták. Tehát a karosszériát és a technológiát tekintve majdnem változatlan. Tehát most, hogyha már ennyi év után ezt frissítik, ezt nem lehet elszúrni. És tulajdonképpen réteg modell, tehát negyed évente... 2005-öt akarnak gyártani, nem? Nagyon keves, tehát 10 000-et adtak el, vagy gyártottak belőle. Tehát marginális volt. Mondta is Elon, hogy tulajdonképpen az
az X-et is szentimentális alapon tartották meg. Tehát alapvetően nem nagy az igény rá. Hát pedig abban is el tudnám képzelni, hogy ez egy komfortos családi autónak. Persze, de nem 40 millióért. Munka van vele a hármas gyártásához képest, macera. Hát ezt elmondhatja egyébként az összes gyártó, egy BMW is, hogy én szerintem vannak ott olyan modellek, amik nagyon réteg modellek egyébként. Milyen vélemény egyébként, hogy a Volkswagen mikor érheti el mondjuk egy mostani Model 3 szintjét, mondjuk szoftveresen, meg technológiai? Szoftveresen? A mostani szintet? 2-3 év? 4-5 év. 4-5 év. A legnagyobb lemaradás az, hogy nem ők csinálják. Tehát most jelenleg a szoftverek... Ez igaz lehet, hogy egy kínaiak vették te, meg egy kínai szoftvert vettek meg? A szoftvereknek kb. 20%-át írják ők jelenleg, és ezt ők úgy tervezik az Artemis projekttel, ami 2025-26-ra fog beérni, hogy akkor 70-80% lesz a saját szoftver aránya. Tehát jelenleg úgy dolgoznak az autógyártók, szinte mindegyik, hogy katalógusból rendelnek. Tehát fölcsapják a Bosch, Continental, Valeo katalógust, és akkor ilyet rendelünk. Szóval ott tartottunk, hogy a Volkswagen mikor fogja szoftveresen utolérni. Igen. 4-5 évet mondtál? Igen, 4-5 évet. Tehát a probléma az, hogy ugye nem maguk írják a szoftverek többségét, és ezáltal nincsen olyan szintű integráció se. És a fő beszállítóik pedig tulajdonképpen kerékkötő ennek az egész folyamatnak. Tehát ők hülye lennének tétlenül nézni, hogy ezentúl a Volkswagen nem akar tőlük modulokat, komplett csomagokat, hardware-szoftver csomagokat vásárolni. Ugye sokan mondják, hogy hát de a Tesla se gyárt mindent. Így igaz, ők se gyártanak mindent. De nagyon sok mindent úgy vesznek meg, hogy csak a hardvert és a szoftvert maguk írják. Meg gyakorlatilag ők lerendelik, amire szükségük van, nem? Legyártatják, amire szükségük van. Tehát ők találják ki, és nem egy meglévő projektet. Én azt hallottam, hogy azért állt az ID3 rengeteg parkolóba egy évig, mert hogy ezeket az elemeket nem tudták szinkronba hozni egymással, amiket a külső gyártóktól. És én megmondom, hogy én azt hallottam, hogy ugye a Kína sok előrébb tart a szoftverfejlesztésben, mert ugye ők már, mit tudom én, 3 éve ezelőtt is sokkal több elektromos autót gyártottak, mint itt Európában valafognak. És én azt tudom, hogy ott ezeket a hardvereket jobban megtanulták összehangolni, és hogy állítólag valami kínai csapat volt, aki ezt nekik első lépcsőből összerakta, hogy működőképes legyen. Tehát erről konkrétan egy cikket olvastam, hogy egy kínai szoftveres ID3. Szerintem megtanították őket szoftvert írni. Igen. A csapat magja szerintem Németországba székel majd, de aki dolgozott már németekkel, az tudja, hogy mindent kétszer-háromszor meggondolnak. Lassan, körülményesen dolgoznak, nem a minősége van a gond, hanem hiányzik a sebesség, az agilitás, és ebbe az iparágban... Hogy egy mamut vált, és lassan mozog. Igen, mint ahogy mondták, és a vezetők nem változtak. Igen, de tankhajó, hogy tud fordulni, csak lassan. Megszokták a saját ritmusukat, ezt a 8 éves intervallumokat, és nem tudnak ebben fel sebesség gondolkodni.